Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy olyan Once You Man-es videóban. Mostanában ugye elkezdtem streamelgetni YouTube-on, hiszen Twitch-re átálltam YouTube-ra, szóval hogyha esetleg szeretnél te is ott lenni a streameken, vagy esetleg a kérdésedre választ kapni, nem feltétlenül egy videó keretein belül, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy csekkolgass gyakrabban a YouTube csatornámat, vagy pedig gyere fel a Discord szerveremre, megtalálod a leírásban. De akkor tegyünk is át ennek a videónak a lényegére. Sokan kérdeztétek, hogy beszéljek nektek a modokról, én milyen szettet használok, hogyan sebzek ennyit, csináljak róla videót. Persze rengeteg kérdés van streamekben, hogy milyen videót csináljak és hogyan csináljak, egyébként már elkezdtem is egy listát írni. Úgyhogy a mai videóban azt fogom bemutatni nektek, hogy én mennyit sebzek, illetve hogy én milyen cuccokat, milyen kiegészítőket használok, illetve szeretnék egy kicsit beszélni nektek a modokról is, hiszen többen is mondtátok, hogy csináljak videót róla, hogy mi micsoda, mert nem tudtok angolul. Most ez egy kicsit nehezebb lenne egy ilyen videót megcsinálni, hogy egyenként elmagyarázom, hogy melyik mod mit csinál és hogy csinálja. Tehát akkor térjünk is így rá az alapokra. Nos, amit én nemrég fedeztem fel stream kereteimről, összeütögettem a kezemet így a gyűrű behallatszolót, amit nemrég fedeztem fel, és viszont ezt nagyon fontos és jó tudni, hogyha idejöttök ehhez a lebontó szerkezethez, itt tudtok lebontani modokat. Itt értelemszerűen én azt mondom nektek, hogy a szürke, illetve a kék modokat, ha lehetőségetek van, bontsátok le. Ezt ugye inkább az ilyen 40-50-es szintű játékosoknak ajánlom. Logikusan 40-es szint alatt a kék cuccokat azt azért használjátok, illetve a zöld cuccokat is használjátok. Viszont ilyen 40-es, 50-es szinttől én azt mondom nektek, hogy a szürke, zöld, illetve kék cuccokat bontsátok le. Mégpedig azért, mert ha jól megnézitek, kaptok érte armor mod parcot, illetve weapon mod parcot. Tehát hogyha egy páncélra rakható modot bontotok le, armor mod parcot kaptok, ha pedig egy fegyverre lévőt bontotok le, akkor fegyver mod parcot fogtok kapni. Ezek a mod partok pedig mire jók nektek? Hogyha megnyomjátok a K betűt és jobblikkeltek a fegyverre, ahhoz, hogy ugye fejleszteni tudjátok magát a modot, ezt ugye úgy tudjátok megtenni, hogy jobblikkeltek a modra, és itt írni is fogja, hogy látjátok 180 darab weapon mod parcba kerül, illetve 10.000 darab ilyen energy linkbe. Tehát nektek mindig le kell bontani a felesleges modokat ahhoz, hogy ti szerezzetek ilyen mod parcot. Természetesen ezt silóba, dungeonbe tudtok szerezni, úgyhogy ha esetleg dungeonöztök vagy silóztok, akkor ezeket folyamat fogjátok kapni, de a felesleges dolgokat, hogyha lebontjátok, igazából azzal csak magatoknak segítetek. Most akkor térjünk is át arra, hogy én most miért a saját buildemet mutatom be nektek, és miért nem mutatom nektek be végig azt, hogy ezek egyesével mit tudnak, meg mire jók, meg stb. Azért, mert mindenki, és kihangsúlyozom még egyszer, mindenki saját magának állítson össze egy buildet, ami szerinte jó. Én most megmutatom a sajátomat, mert tényleg nagyon sokan kértétek, hogy beszéljek a modokról, csináljak a modokról a videót. Viszont én azt vallom, és arra buzdítok mindenkit, ha tényleg tetszik a játék, és tényleg szeretnél belemerülni a játékba, akkor rakj össze magadnak buildeket. Tehát kísérletezz, próbálkozz, nézd meg, hogy neked mi tetszik, melyik fegyver tetszik, mert én most megmutatom nektek, hogy az én saját buildem éppen egy szokerre van, és direkt olyan dolgokat tettem rá a ruhára, hogy növelje a szokerem sebzését. De ha te shotgunt használsz, de ha te snipert használsz, de ha te pisztolyt használsz, értelemszerűen ez változik. Természetesen a crit damage, illetve a weapon damage, az szinte minden fegyverre alapvető. Tehát hogyha te rárakod a ruhádra a critet, a weapon damage-et, az szinte minden fegyverre sok sebzést fog eredményezni. Nem feltétlen annyit, mint amit most én itt mutatok. Mert snipernél például eltérő, shotgunnál eltérő, pisztolynál eltérő. Én most erről tudok beszélni, én ezt használom, így értem szerintem ehhez mértem fogok tudni nektek csinálni egy videót. De akkor nem is húznám tovább a szót, nézzük is meg, hogy mit találhatom a szokeremen és hogy mennyit sebez. Akkor nézzük is. Egy sima lövés, 1300, még egy sima lövés. Még lemegy itt a számláló köz egy pillanat. Tehát egy sima lövéssel 1600-at sebzek. Ha folyamat lövök, akkor láthatjátok, ilyen 1600 és van 200-as. Most megnézzük, hogy egy tárból, tehát ismétlem, hogy egy tárból mennyit fogunk sebezni. Egy tárból olyan 17-18 ezeret sebeztünk, ha jól láttam.
Tehát 17-18 ezer, de nézzük meg még egyszer. 17 ezer, majdnem 18 ezer damage, legyen 17 ezer. Tehát 17 ezeret sebzek egy tárból ezzel a fegyverrel. Per lövés 1400, van hogy 1800, de van hogy 2100 is. Most akkor nézzük is meg, hogy én mit használok most egyelőre a fegyverre, és utána megmutatom a ruhákat is. Hát a fegyverre használom ezt az obliterate modot, ami igazából sharpnel sebzést okoz. 15%-kal, weapon damage-et 3,6%-kal, Great Ones-ok ellen 1,2%-kal, normál enemik ellen 6%-kal, és magazin, tehát tár capacity, tehát több lőszer golyó fér el a táramban 4,8%-kal. Ezt úgy nézitek ezeket a százalékokat, hogy ez nekem már fel van fejlesztve, itt a baloldali sarokba írja is, hogy 3/5-ös. Ami azt jelenti, hogy nekem ezek a modok nem maxra fejlesztett dolgok. Tehát én úgy sebzek 17 ezret, ismétlem 17 ezret egy tárból, hogy nem maxosak a fegyver modjaim. Tehát, hogyha én most az összeset kihúznám maxra, itt szerintem lazán beszélnénk egy 20 ezres damage-ről. Annyira simán. De akkor nézzük is meg, hogy milyen accessorikat használok, mint mondtam, vagyis hát streamben említettem, ugye a videóban nem, muzzle-t nem használok, használok egy optikot, ami aiming speed-est, stabilitást és zoom levelt ad, használok tactical grip-et, ami stabilitást, mobilitást, aiming speed-et ad, használok magazint, ami érthetően a gyorsaságot, tehát a gyors újratöltést segíti elő, illetve a pontosságot, illetve én tungsten ammót használok a fegyverhez. Na akkor nézzük is meg, hogy én mit használok a ruhámba, mert mint említettem a videóba, én a ruháimra direkt olyan dolgokat raktam, ami segíti a fegyverem sebzését. Tehát akkor itt látható, egy momentum up-ot használok a fegyverre, ami a fire rate-et, illetve a damage-et növeli. Úgyhogy én itt igazából most a damage-re mentem, tehát ez a build igazából damage és crit-ből fog állni, tehát a legtöbb dolog az damage, illetve crit, ez a lényege. Úgyhogy mit láthatjátok itt a statokat, reload speed bonus gyorsabban töltök újra, a Great Ones az gondolom elite enemik, vagy ilyesmik ellen szól, 6%-kal többet sebzek, normál ellenségek ellen 8%-kal többet sebzek, úgyhogy eléggé jó, és ez is 4/5-ös, tehát ez sem maxra fejlesztett mód. Akkor nézzük is a maszkot, ugye ez is 3/4-es, ez is a weapon damage-et növeli 3,6%-kal, normál ellenségek ellen 6%-kal, illetőlegesen a lőszert 4,8%-kal, tehát hogy több lőszer fér bele a tárba. Tehát én nem elég, hogy sokat sebzek, de még a lőszerből sem nagyon fogyok ki. Itt látható a crit boost, ugye említettem, hogy vannak crites modjaim is, ez a crit rate-et növeli 15%-kal. Elite enemik ellen, akkor ezek szerint a Great Ones az nem az elite enemikre vonatkozik. Elite enemik ellen 4,5%-kal, status damage 2,4%-kal, max HP 2,4%-kal, és normál ellenségek ellen pedig 4%-kal. Ugye láthatjátok, nem tudom fejleszteni, mert jelenleg ki vagyok fogyva ebből az armor mod parts-ból, úgyhogy valószínűleg majd azt fogom farmolni, hogy ezeket ki tudjam így húzni maxra. Úgyhogy én erre ezt használom, ez ugye csak egyes, tehát hogyha mondjuk ez 2-3-as lenne, már lényeges különbségről beszélnénk. Nézzük is, akkor a kesztyűt azt az előbb mutattam, bocs, azt hiszem igen. Igen, az előbb mutattam. Akkor nézzük is a cipőt. A cipőnél kéket használok, mégpedig azért, mert nem nagyon találtam olyan, jelenleg olyan lila dolgot, ami damage-et, illetve crit-et adna. Úgyhogy ez most azért van, de egyébként igyekszem majd lecserélni, mert mint mondtam, a kék, zöld, szürke cuccokat bontsátok le. Én ezeket direkt meghagytam, mert nekem ez fontos a sebzés miatt. Ez status damage-et ad 12%-kal, crit damage-et 3%-kal, és damage-et a normál ellenségek ellen 6%-kal. Akkor ugye ez volt a cipő. Így van. Nézzük is akkor a chestet. Egyébként ezt a videóban gyorsan elmondom nektek, csak hogy ne kövessétek el ezt a hibát. Én ugye most elkezdtem a legendari dolgokat farmolni.
tehát ugye a legendari kesztyűt, cipőt és chestet azt nemrég farmoltam ki, ugye az első legendarium az a soccer volt, mert a shotgun, de hogy amit így használtam is, az a soccer volt, és hogy mit rontottam el, azt, hogy én felfejlesztettem a lila cuccaimat, tehát ugye a csillagot, ugye mindegyiknél van egy csillag, látjátok a soccer-en például kettes csillagos, felfejlesztettem a csillagjukat ilyen 3-asra, 4-esre volt, amit kihúztam maxra is, és gyakorlatilag jelenleg a legendari cuccainál erősebbek a lila cuccok, mégpedig azért, mert azok max csillagosak például, úgyhogy ezt a hibát te kövessétek el, farmoljatok ki legendari ruhákat, fegyvereket, és azokat fejlesztétek fel. Egyébként majd megmutattam ebben a videóban, hogy ezt hogyan tudjátok elérni, hogyan tudjátok őket felfejleszteni. Közben elfelejtettem felvenni azt a részt, így a videó végén így elköszöntem, mert tökre kiment a fejemből, hogy hogyan tudjátok felfejleszteni, vagyis hát csillagozni, a csillagot fejleszteni a cuccaitoknál. Bementek a blueprintekbe, itt kiválasztátok az adott fegyvert, amit fejleszteni szeretnétek. Például itt van ez az SMG, jobb klikkeltek rá, és ide bekattintotok, itt lesz egy plusz gomb, és itt kiválasztátok azokat a blueprinteket, amik jelenleg nálatok vannak, és azokat lényegében össze tudjátok olvasztani, vagy bele tudjátok olvasztani a fegyverbe, és látjátok, 2 csillag helyett már 3 csillagos lesz. Ez egyébként ugyanúgy működik a ruháknál is, tehát rámentek egy ruhára, kiválasztátok, jobb klik, ide rájöntök a plusz gombra, és itt szépen kiválasztátok, látjátok, hogy én ezt, ha 2 ruhát beleteszem, ezt a 2 darab ilyen fragmentet, akkor, mint láthatjátok, már 2-es csillagos is lesz. Ilyen fragmenteket hogy tudtok szerezni a játék során, ugye biztos felmerül bennetek a kérdés. Ha rámentek itt a blueprint gombra, itt jobb oldalt a blueprint fragmentekbe, akkor itt láthatjátok, hogy jelenleg nektek éppen milyen fegyver fragment, ugye az fegyver darabjaitok vannak. Ezt tudtok kapni egyébként a Wish Machine-ből, tudtok kapni egyébként Dungeon-ből, Shiloh-ból, nagyon kicsi eséllyel. Tehát blueprinteket tudtok mondjuk Shiloh-ból nem hiszem, hogy tudtok kapni blueprint fragmentet, ebben nem vagyok biztos, Dungeon-ből tudtok kapni, viszont nagyon kicsi eséllyel, a Wish Machine-ből is kaphattok egyébként fragmenteket, ezekből a fragmentekből, ha összegyűjtötök, látjátok, ebből például 8 szalat, amiből 15 van, akkor megkapom ezt a fegyvert, ami egy legendari, illetve ugye az is nagyon fontos, hogy ez ugyanúgy működik a ruhánál, tehát látjátok, ide kattintok, nekem is vannak ilyen darabjaim, ebből még kell 10 darab, ebből még kell nem tudom mennyi, ebből is nem tudom mennyi, és ezeket ugyanúgy tudjátok használni csillagfejlesztésre, vagy pedig ki tudjátok őket állokkolni. Úgyhogy igazság szerint így röviden, tömören erről így ennyit. De akkor nézzük is meg, ugye ilyen crit damage-et használok, 9%-osat, damage against great ones 3,6%-kal, illetve a crit rate-et 2%-kal, a crit damage-et pedig 12%-kal növeli ez a weapon mod. Ugye a legendarikat azt hiszem 5-ször lehet fejleszteni, a lilákat 4-szer lehet fejleszteni, a kékeket pedig 1-szer lehet fejleszteni a weapon modokat. A zöldet és a szürkét azt nem tudom, mert azt nem használok. Illetőlegesen a nadrágomban használok egy melee damage by 20%, after melee key recover 30% of max stamina, tehát igazából ez a melee, tehát a melee, tudjátok, amikor ütök a baltával, annak növeli a 20%-kal a sebzését, melee damage-emet 4,8%-kal, damage against elite enemies 3%-kal, és status damage 3,6%-kal, illetve head damage reduction 4,8%-kal. Úgyhogy ezek itt a weapon modjaim, illetve ezek az armor modjaim, és itt bal oldalt láthatjátok is a statokat. PSI Intensity 752, Max HP 11000, Pollution Resist 140, illetőlegesen a Damage 427, Fire Rate 515, és a Magasz pedig 31. Ugye az SMG-mről így különösebben nem beszélnék, de egyébként arra is használok Sharpnelt, Weak Spot Damage-et, Head Damage Reduction, Damage Against Elite Enemies-t, illetve ugye Sharpnelt, mint ugye fő core effect. Viszont azért nem akarok erről nektek most beszélni, mert ez egy Tier 4-es SMG, ami egyébként nincs is maxra kalibrálva, tehát ezt nem nagyon szoktam használni, majd tervezek egy Tier 5-ös SMG-t kraftolni, kikalibrálni, felcsillagozni, bemodolni normálisan, egyelőre igazából ez csak így van, kb. Useless, tehát használhatatlan.
akkor nézzük is meg, hogy én a milli weaponömet, ugye nagyon fontos, hogy nekem mindenem maxra van kalibrálva, kivéve egyébként a chestem, mert egyébként ezt pont nemrég szereztem. Tehát mindenem maxra van kalibrálva, kivéve a weapon modok. Tehát ugye itt is ismételten egy kéket használok, mert nem volt jobb, de majd ha lesz, akkor lecserélem. Ugye melee damage 12%, melee damage 4,8%, damage against normal enemies 6%. És ugye, mint mondtam, a kéket egyszer lehet felfejleszteni. Tehát érdemes a lilákat, illetve a legendarikat használni, hogyha tudtok és van jó, mert azokkal tudtok igazság szerint lényegre törő fejlesztéseket, statnövelést elérni. Úgyhogy srácok, lányok, ez így ennyi lenne, ez az én szettem, én ezt használom, ugye a másodlagos fegyveremre arra majd még kitérünk, és arról majd még, ha úgy van, akkor beszélhetek, meg csináltok nektek egy rövid kis videót, tehát akkor még egyszer nézzétek meg, egy lövéssel sebzek, 1500-at, 1100-at, 1100-at, 1200-at, 1700-at, és egy teljes tárból pedig, ugye most pont nem volt benne egy teljes tár, úgyhogy most ezt megvagyok, még lenullázódik. Tehát egy teljes tárból sebzünk 17 000-et. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, amit nem tettétek meg. És ne felejtsétek el, hogy én mostantól már YouTube-on streamelek, ott hagytam a Twitch-et, tehát érdemes gyakran figyelgetni a YouTube csatornámat, feliratkozni, hogy kapjatok róla értesítést, illetve gyertek fel a Discord szerveremre, hogyha szeretnétek másokkal beszélgetni, van streamenes build szoba is van, ahol tudtok tájékozódni így buildek terén, tudtok egymástak segíteni, beszélgetni, tőlem is tudtok segítséget kérni, vagy akár velem is beszélgetni, hogyha arról van szó. Úgyhogy srácok, nekem nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, tudom, hogy konkrétan nem ezt kértétek, de volt, aki kérte azt is, hogy mutassam be a saját buildemet így live-ba. Úgyhogy tessék, itt van, tessék, nagyon akartátok, én annyira nem akartam ebbe belemerülni, de tessék, itt van róla a videó. Úgyhogy nyilván ennyire részletesen nem szeretnék belemerülni a buildekbe, úgyhogy én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, a komment szekcióban pedig szokás szerint várom a videó ötleteket, hogy milyen videókat csináljak nektek, sziasztok!